Nagyon hálásak vagyunk nektek, hogy itt lehetünk, de viszont én borzasztó, kíváncsi vagyok. Már itt a felvezető beszélgetés meg egy Stigovica alatt olyan sok dologra fölkeltetted a figyelmemet, hogy nagyon érdekelnek a részletek. Engem érdekelnének a gyerekkorodok részletei, hogy én Magyarországon tültetlenek nyilván. Fodor János és Éva két gyerekkel, két bőröndel és 1600 dollárral érkezett Amerikába a 90-es években. Hogyan lett az egykori nyomorgó állami gondozottból az interneten sokak Főzős Jani bácsia, aki minket is egy pazar vacsorával fogadott? Olyan részletekre vissza tudok menni, hogy amikor én mondtam apámnak, nem hitt el, azt mondja, ki mondta neked, mondom, senki. Erre én emlékszem. Mondtál valamit, amit te tudsz? Most ők próbáltak hazudni nekem. Mert azt mondja, hogy amikor én voltam 3 éves, tehát 57-ben születtem, de 1960-ban, hogy mire ő hazajött, anyám engemet berakott az intézetbe, meg a bátyámat. És mondom, én nem így emlékszem. Azt mondja, miért, mire emlékszem? Mondom, egy piros autó jött, mondom, én magáztam apámat, maga rendőr volt, meg ő is. És még arra is emlékszem, hogy amikor Budapesten mentünk át, megálltunk egy helyen, és maga vett nekem egy ilyen csavaros cukort, ilyen piros-fehér, ilyen nyalókát. És amikor Albert Hirsára berakott a fehér pesztünk, és ott minket átvett egy ember, megmarkolta a két csukronkat, nekem és a bátyámnak. Bátyáddal együtt. És az apám akkor leborult, megölett minket, és azt mondta, hogy a Jóisten áldjon meg benneteket, gyermekeim. És akkor minket becibált, még elkezdtünk üvölteni, és becibáltak minket oda többé. De 3 éves voltál a bátyám? Akkor voltam 3, a bátyám volt 5 éves. Szóval... Engem még az érdekelne közben, hogy találkoztatok ti? Mert még otthon találkoztatok. Igen. Nyilván. Igen. Hogy találkoztatok? Én egészségügyiben jártam, egészségügyi szakközépiskolába, ami gimnázium is volt egyben, tehát amikor leérettségiztünk, akkor kaptam egy gimnáziumi érettségét, plusz az egészségügyi szakközépiskola által egy nővér diplomát. Utána még elmentem egy évet szülésznő diplomát szerezni, és az Esztergomi Kórházban dolgoztam. És ott ismerkedtünk meg, Jani akkor ott dolgozott, mint műtősegéd. Ő akkor azt hiszem, hogy körülbelül valahogy nem sokkal a leszerelés után voltál. Katonai. Ő volt az utolsó kötelező sorkatonai csapatban, aki utána megszüntették. Akkor már nem volt kötelező katonának menni. Ő volt az utolsó alakulat. És akkor ott ismerkedtünk meg. Nem jó. Én voltam az egyik olyan utolsó, minek mondják? Sorkatona? Évjárat vagy. Akik 2 évet voltak. Utána már csak másfél. Utána csak másfél, na így. És akkor gondolom, hogy itt például megvolt a házasság, jöttek a gyerekek, ugye 2 gyerek, a véleteket érzett. Őt kitagadták otthon, mivel miért? Hogy miért vett hozzád? Én azt mondta, hogy a apja, hogy egy ilyen németországú gigoló parkettáncos, akárki. Hagyjuk szó, hogy orvosi egyetemre. No, ő jobban tud beszélni, színesebben elő tudja adni a dolgokat. De hogy beszél? Szóval az volt a helyzet, hogy a szüleim azt... Én jó tanul voltam otthon, nagyon jó tanul voltam. Mai napig megvan a bizonyítvány. És azt várták, hogy én följebb megyek. Orvosi. Én úgy éreztem akkor, a tudásom szerint el tudtam volna végezni az iskolát, de valahogy nem volt annyi önbizalmam, hogy végig is vigyem azt a 6 évet. Akkor 6 év volt azt hiszem az egyetem, orvosi egyetem. És úgy éreztem, hogy nincs bennem meg az a magabiztosság, hogy ezt megcsináljam. És maradtam szülésznőként, ezt a kórházban, ott megismerkedtünk, hazavittem bemutatni. Az első benyomás nem volt túl jó, én ragaszkodtam. Apám még nagyon szigorú. Vagy mi, vagy ő.
apámék nagyon szigorúan neveltek. Még iskolai idő alatt, amíg iskolába jártam, akkor is nagyon szigorúak voltak, és mindig az ő törvényük szerint kellett. És úgy éreztem, hogy miután én már a magam lábán álltam, nem laktam otthon, én Komáromból származom. Nem laktam otthon, Esztergomban maradtam az iskola után, az Esztergomi kórházban dolgoztam, úgy éreztem, hogy én már felnőtt vagyok, és én szeretném az én életemet úgy csinálni, hogy én gondolom. És ők azt akarták, hogy azonnal szakítsak vele, mert ha nem, akkor... De jól tippelek, hogy a János már ledöntöttél. Hogy? Nagyon ültünk. Természetesen. Ez most egy könnyű tippot. És azt mondták, hogy van 10 percet, hogy válasszál. Vagy ő, mindegy, vagy mi. Őt választottad. Már ez egy jó döntés volt, vagy legalábbis a te döntésed volt. 10 perc, nem kell, mondtam anyukámnak, nem kell 10 perc, vigyél ki az állomásra, és megyek haza. Összegyűjtöttük annyi pénzt, hogy ki tudtuk venni egy albéletet, megvettük egy szekrénysort, amiben benne volt egy ágy középen. De nem volt fűtésünk. Janinak a nagykabátja volt a párna. A párna húzatba beletettük a nagykabátját, és az volt a párna. Úgyhogy eléggé... A kórháztól loptam egy paplant, meg lepedőt. Akkor az is volt. Az is volt. Az meg is még volt. Egy lepedőt, az volt a függöny. Uh-huh. Nem volt, mivel fűtsünk, nem volt... Egy fazekunk. A konyha, úgynevezett konyha, viszont, üres volt. Viszont üres. Szerettétek egy nem volt egy szék, volt. Nem volt egy asztal, nem volt egy gáztűz, egy semmi. Még WC se volt bent. Semmi. Ki volt hátra? Évinek volt egy étfordulója, volt benne három edény, alumínium, ilyen füles, és volt egy villa. Akkor, amikor ebben az esztergomi albéletben ezzel a fehér lepedős függönnyel elképzelem... Benne volt az embléma. Akkor mit terveztetek? A jövőtöknek terveztétek azt, hogy Amerikában? Terhes voltam a lányommal 86-ban, igen. Amikor jött a meghívás a húgától, hogy gyertek ki, itt maradhattok minden. Tehát ő úgy volt meg veletek egy látogató. Látogató. És akkor kimentetek mindenkettem? Nem. Nem mertem vállalni, mert eléggé problémás volt a terhessége. Akkor zuhant le Japánba egy repülő, egy jumbo, és nem tudom hányan meghalt. És nem mertem vállalni és akkor fiatal terhesen a repülőutat, és ez a második gyerekem. Ez a második, Jani kijött. Akkor voltam kint, amikor a legelső Challenger fölrobbant. Amikor a Challenger fölrobbant, ő élőben észre Chicagóban. Én meg otthon. Úgyhogy akkor hazajött, és akkor mesélt, hogy milyen jó ott minden, na, milyen ott, szép igen. Minden. Ott megmérgezett. De akkor még mindig nem történt semmi. Tehát ez egy hónapos látogatás volt? Már három hónapra kiindult, másfél hónap lett belőle. Igen. Hamarabb. De ez csak egy turista út, egy vizit igen, volt. Igen, de én közben ott dolgoztam. Mert volt nekik egy body shopjuk. És ott én vállaltam kocsimosást, amire behoztam a kocsikat, takarítottam, kiporszívoztam. Ilyen dítéles munka. És ezért ő engemet fizetett. És akkor eldöntötted, hogy visszajössz? Igen, mert elmentünk a boltokba, és a McCormickba, Chicago, McCormick, és nézem, hát én nem tudom, hogy hol vagyok, mert nem láttam a végét. Hát ilyen Walmart, az most már természetes, de akkor nem volt ez. Én ekkora üzletet nem láttam soha. És akkor innentől, mit tudom én, 150 méter, az csak hús. És akkor néztem, leszeletelve, megcsinálva minden. Akkor jó, az óriási választék. És akkor láttam a bandinak a melósait, hogy mit esznek. És hogy élnek? És mennyit kapnak? Uh-huh. És hogy élnek, igen, ott volt a Gellért. Elvitték a Chicagói autósorra. Láttam a házukat, a lakásukat. Gyönyörű. Jánoska, hazamenti utána. És azt mondta, hogy itt mondta anyaná. Hazamentem, 1600 dollárral. Ennyit kerestél? Igen. Rengeteg pénz volt. Azt eladtam. Akkor 70 forint volt egy dollár. 50. Annyira tudtam el. Azt hiszem 50, nem? De 70-ért tudtam eladni. 70-ért tudtad eladni. Azt egy milliomos megvette az egészet. És abból tudtam venni a Sziles tévét, életemben először, egy Trabantot, hűtőszekrényt, és elmentem dologra,
járási vagy városi tanácshoz egy lakásigénylést. Beadtál. Egy tanácsi bérlakást megigényelni. Hát úgy jöttél haza, hogy tetszik ez a kinti élet, nem? Igen, de nem, akkor nem. De akkor nem lehetőség nem arra, hogy... És akkor, hogy vissza, a papa meghalt, és lenyugasztalja. Ő tanított meg engem Waltert fölverni a falra Fandival. Mi az, hogy nádfal, mi az, hogy stukazsornád, mi az, hogy a mennyezetre fölverjük, elsimítjük. 94 éves volt. Te is tudod ezt? Persze, Fandi, úgy tudom, de hogy majd ezt te csinálok egy ilyen Fandi öntő versenyt. Ha azt mondtad, hogy ebből az Amerikában keresett pénzből Magyarországon szépen összebútoroztál. Én voltam a leggazdagabb a lépcsőházban, mert ezek mind a többi, az mind egy csóró. Igen. És hát hogy pralik volt. Hogy jött mégis akkor Amerika? Jött egy levél rugomtól, hogy küldtek videókat. És hazajött látogatni is. És hogy hát települjünk ki. Aztán én mondtam, hogy szó se lehet róla. Hát nekem itt jó megy. 8000 forint volt a havi kereset, általában 8-10. Nagyjából így kerestem 40 000. Mondom, már hülye leszek itt hagyni. Aztán csak beszélgettünk, hogy nem akartunk jönni. Aztán végén 3 hónap múlva igen mondtunk. Mert magyarul akkor a húgodék hívtak, hogy a vállalkozásba gyere dolgozni? Az ő vállalkozásukba? Csak hogy jöjjünk ki, itt igen. Sokkal könnyebb lesz minden, ő szponzorál minket, elintézi az immigration dolgokat, nagyon könnyen orvosi dolgok. 3 év múlva legálisan. Minden meg lesz. Minden. Szóval ezt ígérte. Reményekkel töltött el minket. Reményekkel töltött el minket, úgyhogy tehát azt mondtuk, azt mondtuk, hogy gyerte, lesz munkavállásra, lesz akkor, zöld kártya, minden. Igen, az a munkahely, ahol addig dolgozott ez a német cég, ez kezdett lemenni, tehát a megélhetőség már teljesen. Kezdtek volna figyelni a vámosok, hogy mit csinál. Nehezebb volt a biznisz. Úgyhogy a megélhetésünk. Csak hónapról hónapra éltünk már, úgyhogy nem láttunk semmi előrelépés, semmi, én se, a munkahelyemen. Végén már majdnem úgy volt, hogy munkanélküliségére megyek. És akkor egyszerre csak felültetek a két gyerekkel a repülőre, és kijöttetek Csikágóba. Ja, de hosszú volt a papírügy, mert iskolától különböző engedélyek, mind a két helyen. Úgy jöttünk ki, hogy munkahelyen, látogatóba. Ő munkahelyen. Látogatóba két hét. Világon. Nagyon-nagyon nehezen kaptuk meg a vízumot. Igen. Mind a négyet. Akkor eléggé gyanús volt, hogyha az egész család akar menni, úgyhogy nagyon odafigyeltek, nagyon kellett. Mekkorák voltak a gyerekek évre? Akkor a fiam volt 9 éves, a lányom 6. Uh-huh. Ő már elkezdte az iskoláit. Fiam volt 3. osztály, és a lányom még óvodában volt. Na, igaz. Akkor megérkeztetek Chicagóba, és akkor itt mi történt? Nem Chicagóba. Nem? Akkor már ő itt lakott. Akkor itt lakott Floridában. Azzal az ember előszakított. Szaraszótában? Szaraszótában. Az ide érkeztetek meg. Igen. Ő azzal az ember előtt szakított. És lekerült ide Floridába. Elkezdte az életét. És kihozatta a magyarországi volt férjét, akivel itt újra házasodtak a húgomék. És ekkor hívtak meg minket. Abba a házba, az ő házukban laktunk egy ideig. Mindent eladtam, senki nem tudott semmiről. Mindenki úgy tudta, hogy látogatni, jövünk 2 hétre. Igen. És mindent eladtam. Mindent eladtunk. 1600 dollár. Mert akkor már 10 éve volt, 1600 dollár volt. Annyiba jöttél ki? Annyi volt a zsebünkben. Annyiba jöttetek? Meg a bőrönt, meg a gyerek. Meg a két gyerek. És akkor így. Ugye a Ferihegy hajnal 4 óra, akkor mentünk föl. Aztán még mindig előttem van, ahogy a repülő bedől. Hol van? Parlament, Hidak, Budavár. Utoljára nézted le. Azt akkor volt benne, mert én minden hidat felégettünk, illetve felégettünk magunk mögött. Nincs visszaút. Üres volt a ház, és a lakás. Mindent eladtam. Persze negyed áron. Csak aki nem adott egy összeget, vigyet. Bármit. És megérkeztünk felvételmalóra, Tempába fogadtak ők,
És akkor mondtuk meg a gyerekeknek. Ők se tudták, a gyerekek olyan kicsik voltak, nem akartuk, hogy esetleg véletlenül elszólják magukat. Apja nagyon nagy kommunista volt, és megakadályozhatta volna. Megérkeztetek, és akkor utána hogy történt? Hát az történt, hogy ugye húgomnál laktunk 8 hónapig, ugye? És utána kiköltöztünk egy közeli próbáljuk kérdében. Ugye elképzelni, most nem az én méreteim, próbáltuk. De hogy megsértődjetek. Nem. Valaki beköltözik a ti házatokba, de úgy, hogy együtt éltek. Mennyi ideig lehet ezt kibírni? Nem sokáig. Persze. Mi 8 hónapig bírtuk. Ez voltak bajok. Na mindegy, de szép is volt. Még a legelején volt. Már itt? Itt voltunk. Még azt hiszem, akkor a húgodnál laktunk, ugye? Igen. És csak elmentünk ebbe a régi malba, amit a DeSoto-n volt. Akkor még nagyon jó volt, nem minden. És pár hete voltunk én, és minden gyönyörű, szép. Nagyon szerettünk minden, nagyon, nagyon tetszett minden. És, de viszont pénzünk nem volt semmi. Hát akkor kezdett el dolgozni, én is még persze, akkor rögtön nem dolgoztam. Biciklivel járt takarítani, botélt. Csak nagyon itt-ottam ott egyszer, egy héten egyszer vagy kétszer. És szóval nagyon, és a pénzt ugye odaadtuk a húgának, mivel közös háztartásban hát voltunk, hogy? Szóval 8 ember volt egy lakásban, azért nem mindegy. Igen. És elmentünk este a malba, sétáltunk, és volt ott a malba, a bejáratnál egy ilyen kávéfőző hely. Starbucks. A Starbucks akkor, és annyira jó illat volt, azt mondja Jani, hogy úgy meginnék egy kávét. Belenéztünk a pénztárcámba, volt. Nem úgy volt. Mondom, ígyunk egy kávét, és te hallgattál. Ja. Nem válasz. Előtudta, hogy mennyi pénz van. Ahogy közeledtünk, mindig erősebb lett a kávészet. Mm. És mindig jobban megkívánta. Mindig ígyünk egy kávét. És akkor ő megszólal, szóval nem tudunk kifizetni két kávét, még egyet sem. Nem volt annyi pénz a pénztárcánkban, hogy az akkori. És akkor én elkeseredtem, és ott elkezdtem káromkodni. De bezzeg, amikor én Magyarországon teherautósofőr voltam, én ott álltam meg, ahol akartam, így járt nálam a pénzt, ugye üzemanyag, stb. Ott álltam meg a lakásban, annyi kávét ittam, pacalt, bárhol ettem, amit akartam, és még haza is vittem a húst is. Itt kijövök a Nagy-Amerikába, és nincs pénzem egy rohadt kávéra. Dühös lettél? Igen. Elkeseredtem, és majdnem bőgtem. Dühömbe, tehetetlenségembe. És akkor nem gondoltad, hogy visszamennél? Akkor nem volt. Az első 3 év, akkor én megbántam, hogy eljöttem. Mert annál azért jobban éltünk. Főleg a utolsó időszakban. Jobban éltünk. Ott volt lóvém. Úgy viszonylag, hát nem milliókról beszélünk. Nyilván, hogy nem. De ugye a többi átlag emberhez képest mi jól éltünk. És mennyi időben tudtátok elintézni a zöld kártyát? Vagy a... 16 év. 16 év. Tehát 16 évig illegálisan voltatok. Nem egészen, mert mint ahogy az előző riportodban a kedves autókereskedő, jól mondom? Igen. Akkor még lehetett jogosítványt szerezni tolmáccsal. Könnyebb. Két hét múlva volt Social Security szám. A mai napig az a számunk van. Elmentünk a hivatalba, adtak 10 napon. Arra fizetünk adót. Az első évtől kezdve mi fizetünk adót. Igen. Már megvan a nyugdíj dolgunk is. Tehát, ha én most elmegy nyugdíjba, kapok nyugdíjat. Annyira féltünk, és annyira itt akartunk maradni, mivel hogy nem volt visszaút, hogy amit lehet. Mindent a törvények szerint nem, még mondom, papírok nélkül dolgoztunk, de akkor is befizettünk. De az a gyerekek viszont jártak itt iskolába. Igen. Őnek minden oké volt, megtanultak nagyon hamar angolul. Nagyon hamar. Pillanatok, 3 hónapon belül beszéltek angolul. És mi kiköltöztünk a húgoméktól, kezdtünk albérlet, itt, tehát egy kis apartmentben, nagyon jó hely volt. Ott volt minden hűtőszekrény, minden mosógép, szárítógép, stb. Goodwillból vettünk bútorokat. A Goodwill az egy ilyen jótékonysági bolt, csak hogyha valaki használt cuccok, amik donation, tehát jótékonyságból adják. Igen, sokszor jobb cuccokat lehetett venni egyébként, érdemes körülnézni, még most is.
És ott bemutorozkodtunk, és hát jártunk dolgozni. Vettünk egy autót. Mivel? Mit dolgoztatok? Én akkor a... hogy mondjam... Itt sajnos nem mondhatok cégek neveket, mert mai napig is prosperálnak, meg neveket. Dolgoztam egy helyen, mint Eszter, mivel hogy én a Németországban voltam, horizontál esztergályos. Értek hozzá. Én van asztalos szakmám is. Papír semmiről. Nincsenek papír. Hét szakmához értek. Én tudok csempézni, betonozni, házat építeni, bármit megcsinálok. Vízvezetéket szerelek, villanyt szerelek, mindent. Elloptam ezeket a szakmákat. Ebben a házban mindent mit csináltunk. Ez a ház nem így nézett ki, ahogy most. Majd vannak ott egy album. Mikor költöztetek ebbe a házba? 2000-ben, addig itt albérletet fizettem. Tehát 16 évig voltunk. Rendtoltunk. Különböző helyeken laktunk itt is, és dolgoztam egy helyen 8 hónapig. Onnan eljöttem, és elmentem egy másik helyre, ahol 9 évig. Dolgoztam egy húzamba. Mennyire itt... volt a nehéz az elején? Az, hogy beszéltél németül, az oké, de hát itt angolul kellett beszélni. Hát lassan megtanultam. Neki az angol, igen. Lassan én megtanultam. Nekem gyorsabban, hát nekem sem ment túl gyorsan. Évi okosabb minden. De én csak Janinak az volt a probléma inkább, hogy 9 évig olyan helyen volt, ahol nem volt szüksége az túl angol nyelvet. Túl sokat nem szeretnék erről a helyről beszélni, mert ez a mai napig létezik ez a üzem. Én mint kertészként kezdtem Lambolton, és volt egy munkahelyem, az volt az első és az utolsó. És én is munkahely volt, együtt ahol mint alkalmazott voltam. Most a saját alkalmazottam vagyok. 27 évig. Szóval ott kezdtem, ott fejeztem be, nem fejeztem be, mert végül is visszajárok, csak más formában. Kertészként kezdtem, utána elkezdtem takarítgatni, itt-ott-amott, egyre több lett a takarítás, úgyhogy most már csak ezt csinálom. Az a sok várakozás, az a sok kihasználás. Kihasználták azt, hogy nem tudsz semmit csinálni, tehetetlen vagy, meg vagy kötve, nem tudsz menni. Sem erre, mást keresni, új munka, vagy vállalkozást kívül, úgy érzitek, hogy kihasználtak benneteket? De nagyon. Hát az amerikai? Mert hogy nem volt papír, és így nem ugrálhatták azért. Nem kerestem annyit, mint amennyit tudtam volna keresni. És nekem volt egy tervem, én asztalos akartam itt lenni, egy asztal, akartam egy faipari kis üzemet, vagy valamit. Nem tudtuk megcsinálni. Ugyanakkor az ügyvédünk is, aki az csinálta az, is az immigration papírokat, így idézőjelben mondom, csak ült rajta, nem csinált semmit. Végül is a szó szerint az utolsó pillanatban. Igen. Az utolsó pillanatban. Amikor kikerültem a kórházból. A lányomnak az akkori boyfriendjén keresztül, akinek akkor elintézték, akinek már el voltak intézve a papírjai, ő ajánlotta, hogy ő neki van egy jó ügyvéd, aki az ő papírjait megcsinálta Miami-ba. Próbáljuk meg, hogy nézzen utána a papírjainak, mert nem létezik az, hogy 16 év után semmi mozgás nincs. És olyan, hogy lejártak akkor már jogosítvány, nagyon-nagyon szigorúan. Jogsimat elvesztettem. 500 dollár kellett fizetni a munkámat, azért, hogy elvesztettem az egészségemet. Egy évig nem dolgoztam, nem bírtam. Ja. Talpra kellett álljak valahogy, szóval. Lefogytam, mint a franc. Megkaptuk ezt az immigration ügyvédet Miami-ba. Személyesen nem találkoztunk vele, mi nem mentünk le, csak telefonon beszéltünk. Egy hónapon belül azt mondta, hogy nektek már 3 éve lehetett volna a papírotok. 14 ezer dollár. Indítsuk el, mert azt mondja, a lányatok 21 lesz. És azt mondja, hogy kifut az időből, és akkor ő neki már teljesen újra kell kezdeni, és a végtelenségig fog tartani. Speed, fölgyorsult minden, az akkori munkahelyem Lambolton segített anyagilag, kölcsön. De azt visszafizettem, én kölcsön. Havonta visszafizettem az a rámeső összeget, amit kértek,
14, vagy két? 14 ezer dollárt. Fejenként 4500 dollárt kért, azt hiszem, az ügyvéd. Ja, na jó, de előtte lehet, hogy kevesebbet fizettetek, olyan. De lehet, hogy feleslegesen igen. Fizettetek a másik ügyvédnek. Igen. Teljesen feleslegesen, mert semmit nem csinált, úgyhogy ezt el is felejtettük, és három hónapon belül megvoltak a papírjaink. Akkor hívtak interjúra. Ez volt valahogy májusban, mert Kati lett volna júniusban, lett volna a születésnek. Májusban, augusztusban meglettek az immigration papírok, még meg se száradt az immigration kártyáján. A zöld kártyáján a tinta. Jani már a repülőn ült, mert annyira nagy honvágya volt, hogy haza kellett menjen. És akkor hazamentél. Úgyhogy azt mondta, hogy hazamentem, hazamegyek. És mikor jött és vissza, utoljára. Azt mondja, hogy jövök haza. Volt-e? Nem volt jó az a menni? De jó volt. Jó volt, nagyon csak jó volt. Idegen volt már. Na nem csak arra... még itt gyorsan, még itt nem lett ez befejezve igazából. Tehát, hogy Évi elmondta, hogy fölgyorsultak az események, és történt a változás, hogy amikor az intenzíven voltam, és onnan kikerültem, hogy elkezdtem imádkozni. Ugyanakkor volt? Akkor újra elkezdtem imádkozni, és kértem Jézus segítségét, hogy legyünk túl ezen. Túléltem a műtétet, tönkrement minden körülöttem, csak őre számíthattam. Csak az Évire. Ő tartott el engem egy évig. Duplán vállalt munkát. Egy fillér jövedelben nem volt. És jött, hogy megkaptam a ideiglenes munkavállalási engedélyt. Jött, hogy visszakapom a jogsimat. Mint hivatásos gépkocsi vezető, hát el tudjátok képzelni, hogy elveszíted a jogsid. Lejárt. És nem hosszabbították meg, mert nem volt alapod a meghosszabbítást kérni. Ezt visszakaptam, ez mindig adott egy kis erőt nekem. Elkezdtem munkát keresni, nem vettek fel sehol. Mondtam, hogy nem emelhetek. Hát azt mondja, János, hát erős vagy minden, de mondom, nem emelhetek. 15 kiló van, mondom, most volt a műtéte nemrég. Hát akkor. És így ment tovább, ez tartott egy évig, és láttunk egy hirdetést, ahol a security guardokat kerestek, elmentem oda, ott ül a Jürgen, azt mondja, elmondom a problémám, azt mondja, sajnos a te angol nyelvtudásod az nem elég ide. Mondom, miért? Mert itt telefonon kell beszélni, írni kell, olvasni, és kommunikálni. Amerikai emberekkel. És ez a nyelvtudásod, ami most neked van, ez nem elég. Ez 10-valahány év után még nem volt elég. Nem, mert magyarok közt voltam. Ez a lényeg. És... Hát, de azt mondja, János, te egy erős ember vagy. Hát pont szekurizó, ugye öreg emberek szoktak jönni. Nem mondom, rendben van, de most volt nemrég egy éve a műtétem. És hát nem vesznek föl sehol, mert nem emelhetek, fizikailag képtelenség, hogy munkát kapjak, mert még a boltba se lehet áru kirakó, vagy semmi, mert nem mondom, azt a raklapot kell húzni, igen. Meg van rakva áruval. Persze, akkor? Azt mondja, milyen műtéted volt, milyen szív műtéted volt, és akkor elmondom neki. Nézd. Azt mondja. Ugyanilyen műtéte volt nekem is. Én felveszlek. De meg kell ígérni egy dolgot, hogy mostantól intenzíven elkezdesz angolul tanulni. Ez volt a életemben a legjobb amerikai barátom későbbiekben. Őnek lettünk esküvői tanúi, elvett egy filipino nőt, ez egy rendőrkapitány volt valamikor, és most 3 éve karácsony napján meghalt. És az a munkahelyem is azóta ott megszűnt, de most túl sok részletet nem akarok. Most egy másik. Egy másik cégnél vagyok, és nagyon, most nagyon jó helyen van. Most egy hónapja
elkezdődött, jól érzem magam itt. Tehát gyakorlatilag... És mint security guard dolgozom. Ez a bizonyos állás, interjú megfordította egy kicsit az életedet, és egy kicsit akkor azért ugye gyerekbe kerültél. Persze. Adott neki vissza egy kis önbizalmat, mivel ő nagyon leértékelte magát akkor, hogy a szívműtétje után annyira gyenge volt, és annyira ő az erős fodorja, aki állandóan fizikai munkát csinált, és most nem tud semmit csinálni, hogy lelkileg is, fizikailag is, mindenhogyan hatás volt. Na most azóta főszedtem a 30 kiló felesleget, szégyelem magam, de hát nincs mozgás. Semmi, étvágyom meg van olyan, mint a farkasnak. Ha meg valaki jól főz. Valaki, jár. Az a lényeg, hogy azért mégis csak egy állásba kerültél. És mondd, tudod, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy jött ez a YouTube-kodás? Hogy lett itt a YouTuber? Mert ugye volt az a, hogy elmentél, biztonsági őrnek találkoztál ezzel az emberrel, akinek ugyanilyen mit érted, de mi volt a másik nagy váltás az életben? Az, hogy az évi dupla munkát vállalt, és én rengeteget éjszakáztam. És mivel, hogy én voltam itthon, mire ő megjött, én mindig megfőztem. Mm. És elkezdtem nézni a recepteket, és elkezdtem megtanulni főzni. Mm. Ugyanakkor a telefonomon van egy alkalmazás, a... Zello, ahol a világ bármely pontján levő kamionsofőrök, mert azért valahol egy sofőr is maradtam itt, lélekben, agyban. Felvettem velük a kapcsolatot, ugyanis volt, illetve van ST22 Lacika és a Kortai Zoltán, akik videóznak. Igen. És én néztem a videójukat. És ott mondja, hogy az Elo alkalmazás, stb. És én megismerkedtem a Kortai Zolival. Így, ezen keresztül. Biztos hallottatok róla. Én sajnos, nem. És gondoltam egyet, Zoli filmez, ST22 Lacika filmez, vettünk egy kamerát. Uh-huh. És csinálok olyan ételeket, amit ő meg tud csinálni a kamionon belül. Uh-huh. Mert ott ugye eléggé szabott a helyzet, meg minden olyan pici, meg a... Na most mi nagyon sporolósak vagyunk, ez bennünk maradt. Yeah. És hoztuk a mai napig is. Igen. És mondom, ti nyugaton dolgoztok azért, hogy azt a pénzt ti hazavigyétek a családnak. Akkor ne közd el nyugaton drága ételekre, készételekre, hanem vegyél csak, vagy vigyél magadkal alapokat, és tanuld meg, hogy hogyan kell egy pörköltből mennyi mindent ki lehet hozni. Mert egy pörköltből lehet csinálni rizses húst, székelykáposztát, stb. És akkor így elkezdtem filmezni. Azért, hogy ő tudjanak mit főzni, igen, a kamionban. Igen. És egy ilyen hagymásbabot, vagy valamit, meg lehet nézni a legelső videóim, sőt, volna telefonnal csináltam. És így ez elindult, és hát... Ez kaptam hideget-meleget. Mert nekem nincsenek iskolai végzet, letaplóztak, prolisztak, gyökér. Hát mondom, volt részetek abban is, amikor negatív trollok bejönnek a csatornádra, és írnak be mindent irigységből, rossz indulatból és genyóságból. Ezek sokszor önmagukra. Ezeket törlöm. Úgyhogy először válaszolok neki, ugye maga én tudom nagyon ocsmányon is beszélni. Meg írni is. Elküldöm oda, ahova való, várok 5 percet és törlöm. Biztos akarok benne, hogy megkapja a válaszomat. Szeretsz visszaszúrni. Úgy egy gyomorra. Nem is a fogja jönni. Aztán... De ezt te élvezed, nem? Hogy? Azért ezt a kihúzás. Ez most már följött. 23 ezer feliratkozó. És... Hát... Amit szeretnek, az, hogy én megmaradtam, én úgy érzem, és ő szerintük is, annak, aki voltam, nem felejtettem el, honnan jöttem, Szarnak Szara neve nálam, és nem Kaki, szóval
egy szókimondó vagyok, néha beengedek egy-két szexet is, ilyen viccet. Hallod? Kettő-három éve csinálod már? Nem tudom. Három. Talán már van három éve is. Viszont van, akik ezt nem szeretik. Szóval azért is, hát ha összehasonlítok 3-4 olyan youtubert, akik főznek, mondjuk magyarországiak, és mondjuk én csinálok egy krumplis tésztát, ő is csinál, és ő is. Neki lesz 80 ezer nézője. Neki lesz 90 ezer, vagy 150 ezer, neki lesz 40, nekem meg 5 ezer. Nem értem, hogy mi, pedig ugyanazt csináljuk. Hát ez a stílusom valószínű, hogy hát mit akar ez az Amerikában szakadt, beképzett majom, vém, fart, vagy bármi, nem, egy paraszt, nagyon sokan, aki még nem is rejti vék alá, hogy paraszti származás, negyedvér cigány, meg ez, meg az, és nagyon akkor sokan megjárt, szeretnek, nekünk például a követőink írtak, többen is, kérték, hogy találkozzunk veletek, ha bár itt vagyok. A lényeg az, hogy úgy élsz, ahogy élsz, őszintén önmagadat adod, és most már megelégedett vagy, és nagyon nehéz. Lehetne nagyobb házunk. Nyugodtan. De ezt a házat mi újítottuk fel, ennek minden egyes négyzetcentiméterét ismerem, és már nincs szívünk eladni, és nem is fogjuk. Persze. Lehetnénk, azt lakhatnánk szebb környéken, mert most már anyagilag megtehetnénk, hogy eladjuk, és akkor befizetünk. De ez a tiéd. Egy ilyen úszómedencés van. Ez a tiéd. De ezt mi újítottuk fel, ez egy kalap szar volt. Ahogy otthon álltunk, amikor kijöttünk, ez mi a nyomorból jöttünk el, nyomor. A végén már nem nyomorodtunk. Az elején mondtad, hogy már rendben lesz a nyugdíjad. Ugye itt mindig mindenki attól fél, hogy nem lesz nyugdíj Amerikában, és ez megütötte a fülemet, hogy te már úgy érzed, hogy rendben lesz a nyugdíjad. Én akár holnap beadhatnám a nyugdíjkéremet, beadhattam volna már, és kapnék nyugdíjat. Csak nem sokat. Na most ez mi kell? Az, hogy most már megengedhetjük magunknak azt, hogy mit tudunk pénzt eltenni. Van elrakva pénzünk. És hát ez majd arra az időszakra lesz, hogy amikor ki kell, mivel nekünk már itt venni nem kell semmit ebben a házban. Itt minden megvan, mindenki van fizetve, nincsenek adósságaink, hála jó Istennek, minden le van fizetve, és hát a házat természetesen a házat fizetjük még. Nem sokáig, de már... És hát amit előre mink spórolunk, majd azokra az időszakokra, amikor már egyáltalán nem dolgozunk. Igen. Na most, én nekem az a tervem, hogy én fogok dolgozni, ameddig bírok. Tehát másfél év múlva mehetek el a valódi nyugdíjba. El is fogok menni, és vállalok... És is tudsz dolgozni már. Persze. Vállalok két nap munkát. Hát hagyj jön be az a nyugdíjba. Hetente. Heti kettő napot, ja. Az 8 nap, az kb. Egy ezres. És plusz a nyugdíj, az nekünk bőségesen elég. Én mikor megyek nyugdíjba, azt nem tudom, mert én nem tudok itthon maradni, én nem tudok ülni egy helybe, és nem csinálni semmit. Ennyit, amennyit itt most ültem, én egy hét alatt nem ülök egyfolytában. Az a lényeg, hogy a nehézségek ellen és a nehéz évek és a megpróbáltatások ellenére most azért mégiscsak boldogak vagytok, és mégiscsak úgy érzitek, hogy jó helyen vagytok, már nem akartok visszamenni, hát öregkorban sem, nyugdíjban sem mennétek vissza. Én tudom, hogy milyen körökbe forogtok, meg bejártátok a világot, mert megnéztem. Meg milyen körülmények, milyen házak, milyen autók, stb. Én tudom. De ezzel a szemmel te itt most körülnézel, azért itt nem a csóróság van itt. Abszolút nem, és egyébként nekem sem. De nem vagyok gazdag. Én bármikor bárkivel leülök beszélgetni, vagy bármikor megtisztel valaki, hogy beszélek, nem az az érdekes, hogy ki, milyen, de mennyi pénze van, hogy mennyire gazdag, hanem a lelke, meg a személyisége sokkal fontos. És akartuk egy stílust. Meg a Évának is sokkal. De itt van Afrika, itt látod a motivumok, ott van. Egy dolog maradt ki az életünkből, az utazás. Igen. Tehát azt még most lehet rápótolni. Most még azért. Pár évig el lehetne. Még azért kell. Meg lehet próbálni. Mindent meg lehet nem próbálni, tudsz meg lehet próbálni, megcsinálni, utazni. Amit eltervezünk. Az a legfontosabb, hogy boldogok vagytok, jól érzitek magatokat, jó. És gyerek,
gyerekeik rendben vannak, van unokány, ugye kettő, ők is jól vannak, szóval... Magyarországra haza nem mennétek már visszaélni? Na, nyugdíjas itt van az, amit Évi említett, hogy Jani hazament. Mikor hazament, azt mondja, hogy megyek haza. Nagyon és szép. Amikor két hét múlva, egy hónap, három hét múlva haza, jövök három hét múlva ültem a öcsémnek a hátsója, szép parkja van. Ilyen lengő itt a tésztán. Gyönyörű, nyírod fű minden. Mondom, Jani, mit keresel te itt? Ez már nem a tied. Ez már nem a te országod. Igen. Ez már nem az. És érezted, hogy idegen vagy. És éreztem, hogy honvágyam van ide. Igen. Ide-vissza. És amikor megérkeztem Tempába, tetőparkoló, ott volt a kocsi. De lelkében még mindig magyar, szóval nem magyar is. Hát azért farag, csak, azért csak csinálja ezt, azért főz. Nehéz itt megmagyarázni, valakinek honvágya van haza, utána honvágya van ide. Szóval. Ott váltottam, megváltozott a dolog. Átváltott ide. És akkor, amikor meg a család, lányom, ő, menyát, körülnéztem, mondom, hazajöttem. Ide. Én azt hiszem, hogy mi is megérkeztünk, srácok, egy olyan pontra, hogy sokkal többet Jánosból és Évából már nem kaphatunk, mert már sokat adtak nekünk. Le is lejárt. Letették a szívünket. Nem, ez azt még... lejárt, nem, nem, az megy. Letették ide a szívünket, oda tették nektek is a szívüket, lelküket. Én azt gondolom, hogy egy nagyon értékes párt, értékes embereket ismerkedtünk meg belük, és gondolom, hogy sokat... De nem tartom sokat, magam, meg a magunkat különleges emberek. Sokat lehet tőle tanulni. Nem. És sokat tanultak ők is, mi is sokat tanultuk. Úgyhogy ez volt a mai Amerikába jöttem, remélem, hogy tetszett, ne felejtsétek el lájkolni. És még egy utoljára a szél a kis tüzeket elfújja. De a nagyokat feltámasztja. Csókoltatok mindenkit. Sziasztok. Sziasztok.